Már megvan. Hello, Mo, sziasztok! Mi újság? Szia, Oka! Bejelentés nélkül. Hát nagyjából jó. Meg vagyunk. Igen? Na most fülessel vagyok. Szia, Kócz Manóc. Nem akartam ezt felhozni. Szia, Krisz, üdvözletem kezdődnek szinte. Te is. Hogy mi? Jól van a Jucu. Testvérem vagyunk. Szia, Katalinca. Ez komoly. Most viccelsz? Hát, én megjöttem. Már vagyunk, ja. Nagyjából. Egy után becsönged egy idegen, és ezt mondja. Teljesen megértem, hogy kételkedsz. De ez az igazság. Az apám, vagyis az apámnak, viszonyú volt az anyámmal, mit tulajdonszonyom volt? Köztrefán Gábor. Az apámnak... 3490 volt, csak köszi szépen. Van a másik ágyon. Internetezik. Elszállunk vagyunk. Hát már megcsinálta a balhét azért. El akartam húzni a gecibe. Feszomba. De hogy húzom? Szia, Nagy Péter! Ah, nem bírom én már ezt a közösséget. Fürött téma az, fürött téma. Nem nekem való már ez, bazznek. Ott kurus faszát. Hát jó, csak a szokásust. Kiabált. Hát. Mikor nem? Rávilágít a pofámra. Hát itt a szállon, többen vagyunk. Én már nem bírom ezt. Nem bírom én már ezt. Ja. Nem bírok én már többen bele együtt élni. Az biztos. Kösz, könnyű azt mondani, kitartást. Szia, Muki. Nagyon megpróbálok rá. A faszát nem adja be, baszd meg.
Az a baj. Ja, tessék kivenni egy garzont. Arra is a gatyádat már ráfizeted. Kaució romána is beszéljünk, mi? Hát ja, mindig mondani valamit a legkönnyebb. Nem bírom én azt már. Szia, Anasztázia. Vannak olcsók egy havi kaucióval. Jó van akkor. Szuper. Kerestem én is munkával havi 60-at. Elhiszed nekem? Több mint egy évig. Volt, hogy közmunkáztam én is. Műtét után szerinted mit csináltam? Közmunkáztam. Más nem bírtam csinálni. Ott nem kellett se emelni, se semmi. Közmunkám voltam több mint egy évig. Kaptam 73 000 forintot havonta készhez. Ennyi volt. Több nem. Ez még 2013-ban volt. 12-ben műtöttek. 12. december 12-én pont. Szülőnapomra megvolt. És utána egy évig semmi. Nuku. Lent szétoltam nyilván rendesen, úgyhogy csak ilyen könnyű munka volt. Szedtem a szemetet. Kerevézgettem, söpörtem, ennyi volt. Meg gazoltam. Ez nem volt megerőltető. László Kalmár, jaj, bazd meg, Istenem. De hogyne, persze, az a nyomba rögtön műtét előtt, ja. Kóc van ott, hát lehet lerakni 300 bolya egy havi kauciót. Simán. Meg lehet oldani. Márja, hogy kéne rámennem most itt nekem a frucsúbra? Hogy utána kibírjam kapcsolni majd a tagmódot is, még várj a másik telefonon valahogy be kéne menni. Faszok, pedig ezzel is benn voltam, de eltűnt. Bassza meg a jeges medve. Ugyan csak. Mindjárt. Mi van itt lementve? Az. Megvan. Sikerült rámenni. Jó, jó van. Most már tudom kapcsolgatni ugyanúgy. Hát ez az égyen ennyiért dolgozni a 8 órába. Tév is 8 órába nyomtam, toltam. Ja, még nem jön a trómód, dehogy is. Üdvözlünk a hűséges szinten, kis barack. Szia. Még messze van a trómód. Csak beállítottam. Kéznél legyen. Mi újság van? Az ihlet. Kösz. Mi ez? Szia, Csézoli. Nyomkodja a szart. De
Azt tudom, Krisztián. Hogy Krisztián, bocs. Ha Gergely nagy, igen. Nem beszéltem senkivel, megint hazudsz. Na jó, akkor most megyek a kicsim, hogy be van fejezve, elég. Nekem ne hazudsz hozzá, Jutka. Elég volt ebben. Miért hazudsz? Senkivel nem beszéltem a dohányzóba, te faszfej. Hát nézd oda. És meghazudtól folyamatosan, bazd meg. Olyan történeteket kitalálja, ha az eszem megáll, bazd meg. Ja, oké, jó. Kis barack. Hát nézd meg, bazd meg. De olyanokat kitalál rólam, hogy ez valami eszméletlen, bazd meg. És hol fogtok dolgozni? Komolyan mondom. Én részmunkaidőt kaptam. Hazudik folyamatosan, bazd meg. Azt, Krisztián. Mikor mész a véletben? Ennek. Te szeretnék normális munkát. Hazudik hát. Én a dohányzóba róla beszéltem. Ha meg sem mukkanak a dohányzóba.
Senkivel nem beszélgetek. Nem tudom, hogy honnan van. Szóval... hazudik bazmeg, rendületlenül hazudik bazmeg. Ja, oksi, oksika. Nagyon nagyon szem közben, mert itt közben írogatnak. Ja, ja. Szióka. Hát abból nem sokkal normális munkából, azt tudta, ezt fixem. Ja. Ez tény is van. Katalina azt mondta, hogy őket befogadja a svédben. Jó, hát menjen. Hajrá! Ja, Songoku, hogy... nem is beszéltem róla, azt hiszem, hogy érdekli. Nagy szart. Nagy szart. Mi ez a nagy meggondolás? Várjál, le lehet ezt állítani így. Faszom. Így. Hoppá. És már meg is állt. Na, ennyi. Jó, hogy van neki ez a tokja. Rossz rátja! Szia, Mónika! Puszika! Kösz, Katalincám! Nem most gondolkodom rajta, van útlevelem, el kéne menni a picsába valamerre. Ott jön Krisztián. Ja, szia, Krisztián! Kövessetek majd TikTokon, faszol! Ájképeket csinálok. Makó Krisztián, oké, akkor majd bekövetlek. Most olyan rendezetlen a telefonom. Mióta gyári visszaállítás volt. Itt kellett vagyonőrnek, annak kéne vagyonőrnek elhelyezni, bazd meg. Hát, ha megölné be az meg a rablót, mi? Betörült. Gábor Kovács, köszi szépen. Egy jó skandináv túra. Ja, az nem nagyon rossz. Svédország. Na, mi van még Skandináviában? Hú, milyen országok vannak? Hát kiidegelni azt, hogy jaj. Skócia tényleg. Piákat őrizni. Hát azon nem lenne mit őrizni. Svéd, Norvégia, Dánia, Finn, Izland, ezek jó helyek. Hát ezek jó helyek, ja. Az biztos. Ez az. Nemese Molnár, üdvözlünk a kezdőknek szinten. Köszike. Dániába kimehetek? Hát bárhova kimehetek, ahova nem kell vízum. Ahova csak az útlevél kell, oda bárhova. Songoku. Na, abból nem lesz semmi. Úgy néz ki, hogy abból nem lesz semmi. Kösz, Mónika. Oké, Kovács Gábor. Ugye, ahova csak útlevél kell, de meg tudok menni bárhova, mert az útlevelem már megvan. Ez nem akadály. Most putyára megcsináltattam, de van. Ezt ennyi.
Hát javasolunk akkor. Krisztina. Köszi, meg vagyunk. Szia, Mese Molnár. Kösz, kis barack. Hát jó, Mónika. De hova faszba menjek? Angliára gondoltam még Londonba. Útlevéllel már lehet menni. Csak útlevél kellett. Mert ugye már nem uniós, így már kell az útlevél. Hát Goku. Csak nem voltam jól szilveszterkor. Este van a gáz. Akkor vagyok szarul, így napközben még elmegy. De este már annyira nem. Aha. Jó. Írok Katalicák. Írok neki. Az fasza. Sok pia volt. Hát most már 11-en vagyunk egy szobába. Kurva sokat. Nem bírom én ezt a közösséget már. Nem tudok már sok emberrel egy szobába lakni, mert nem bírom már. Kár most is lennék az utcámba, az meg, de legalább egyedül vagyok, az kész. Még maximum a jutkával, azt ennyi. Csészoli. Ha honnan tudja, mit kaptam-e? Katalina csak egy van. Jó, hoppá, aha. Várjál, akkor ezért a Krisztiánt. Várjál. Ezt be kéne követni majd, nem? Most itt eszembe. Ja, de várjál, itt nem is tudom rögzíteni. Aha. Itt nem is bírom kirögzíteni se. 11-en vagyunk. Kellemetlen, amint a katonaságot is 20 egy szobában. Nem. Katonáiknál is hányan voltunk egy szobában, várja. Hát a mellettes ágyak voltak, ugye? Mondjuk itt nincs a mellettes ágy. Hányan voltunk? Azt hiszem ott is csak ilyen 9-en maximum. 9-en voltunk, azt hiszem egy körletbe. Idővel minden jobb lesz, de hogy lesz jobb, semmi nem lesz már jobb. Ez már csak rosszabb lesz. Mit? Fasz, nem tudta szakadni már rólam, egyél bazd meg, tömd a fejedet. Melegítsük kaját, meg csinálj valami vacsorát, ahogy te szoktad mondani. Múltkor is innen live-oztál, te is, te köcsök. Fejezd már be! Mit írnak, hogy hol vagyunk? Azt se tudják, hogy hol vagyunk. Mit mérsz be GPS-szel, te hülye gyerek? És fekszik az ágy, és? Jutka, folytatod tovább, fogom magam, aztán emeljek a kecibe. Jobb lesz nekem kint. Szia, Arnold!
mennyi melegítsi valami vacsorát csinálja. Ahogy te szoktad mondani. Faszom kíváncsi az Izaura tévére. Remélem. Csészori. Szarok én rá. Este gáz csak, napközben el vagyok. Szia, Szent Viktor. Jó, a rabszolgalány, az megy. Tudja a fasz, hogy mi az Izaura tévében, nézd meg a műsorát. Ja, megmondom, mi megy rajta. Na, Izaura tévé, várjál. Ez mindig itt a sebb, az meg. Bevertem. Izaura tévé műsor, várjál. Nem, ez a tiltott gyümölcs. Tiltott gyümölcs. Az megy. Tiltott gyümölcs. Volt hát, hát hogy ne lett volna. Hát volt olyan sorozat, hogy Izaura. Hát miért a Joki TV, meg a Dallasban volt, nem a Joki. Na most mit csinálsz? Rátyi TV csatorna, az fasz meg. Hétfő van, nincs is semmi más a tévébe. Micsoda nevek, ugye? Tiszta Rátyi mi? Jucus tévék. Ja. És mi lenne rajta az adás? Éjjel-nappal mondanál, te, azt látj, és te, pagyfáj. Az a... Hát te... Szilvi, hát meg vagyunk. Songoku, ja. Jó sónál varázsgömbből, az biztos. Meg fogsz halni, meg fogsz halni, ma este, ma este, ma este. Hogyan, miért? Elvágom a torkodat, te rossz latyá. Csak nem, csak cen vagyok narancs, basz. Mi? Csak nem vagy narancs, hogyhogy. Mi? Már ezt most nem értem. Live-ozol és dolgozol, közben szar írni, mi bazd meg? Természetesen. Ja. Hogy kerültetek oda, lemaradtunk? Hova a szállásra? Ide jöttünk. Tagpecsét, bazz. Hát azt gondoltam mindjárt, bazz. Nem vagyunk covidosok. Ja, fekve melózója, tudom. Egy hete vagyunk ezen a helyen. Egy hete, jó. Ja, egy hete. Nem vagyunk covidosok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
nagyon rosszul. Azóta fájdalmai a hasán, mióta elment. Ezt úgy is szereted, te sunyi mókus. Micsoda? Én csináltam egy tesztet, amiből nem egy csík jött ki, hanem kettő. Lassan jön a nyár, akkor már jobb lesz. Jó lassan jön a nyár. Addig még van egy jobb. Tudod, mikortól lesz majd jó idő? Májustól. Addig még itt van a... Ez a hónap, a január, február, március, április. És akkor a májustól már. Tudom, hogy a kettő az pozitív. Éppen erről magyarázok. De hogy lesz már áprilisban? Há, az nem olyan biztos. Az nem olyan biztos. És 21-ben áprilisban azért már ugye, hogy jó idő volt, de 2020-ban, meg 2019-ben, és 2019-ben, 2018-ban is az április kurva szar volt, hideg volt. Nagy Péter, hagyjál már. Volt és a áprilisban, ó, így van. Így van. Hát meg kurva hideg volt áprilisban, és még, sőt, még volt, hogy május közepéig is kurva hideg volt. Május közepétől kezdett el jó idő lenni. Meg május végétől, baznak. Addig majd megfagytam. Fogalmazásgátló. Hát, hogyha tudsz valami jót, az nem lenne rossz. Valami jó minőségű szert. Azt bevenném. Jaj, Nagy Péter. Jaj, kösz, hagyjál vele is. Az is egy rossz ratja. 2002 világ vége, az. 2022. És ki jósolta meg újra most? 22-re jósoltam. Ki a Nostradamus, vagy ki? Általában erre is meg van jósolva. Ugyan már? Hát azt a rossz ratját ide neküld. Mit nézd? Nem tudok, normális vagy már! Jézus van a háttérben, miért nem mondod, hogy nem? Micsoda? A kurva anyádat azt. Én nem mondott, hogy nem. Micsoda? Azt se értem, hogy miről beszélsz. Szia, Tata. Hát meg hülye. Na és, fel is hívott. Menj innen. Ez a savanyúból hagyjál nekem is, meg a kajából. Kurva anyádat megbaszott te. És kizóbaszja. Kurva anyádat a test. Hú, most hogy csak úgy cseng a fülem, bazd meg. Zúg, sipol. Hát mert hülye, mert nem normális. Hallgattad a húsvétit vissza? Jó. Hát látod, Natasa. Kovács Gábor, ja, kösz szépen. Te is egy rossz ratya vagy. Szó nélkül, hát látod. Félix Vajc, köszi szépen, 200 furcs. Nagyon rossz, hogy látod.
csorba, Klaudia. Hát, jó, de hol? Puszíjuk Jutkát, jó? Na, átadom neki. Kovács Gábor. NLT. 2.0 nincs. Mit? Ja, Makó Krisztina. Félix White. Nem, erre a kis időre minek változzam. Gondoljam magába. Mindjárt elveszem a netet. Azt egy. Pénz az lenne még szállásra, de hol? Már mindenhonnan ki vagyunk dobva. Nincsen már hostel, ami fogadna. Mindenhonnan ki vagyunk baszva. Hála neki. Romudvarból is kidobatott, meg mi a faszom az. Na mindegy, onnan a Klauzál utcából. Onnan is kibaszatott. A pubból elkezdett veszekedni velem, azt engem basztak ki, bazd meg. Miatta. Erzsébetem, panna panzió. Erzsébeten a panna panzió, várj, az hol van? Ja, de nem, mert ami nálunk volt ott a panzió, az megszűnt, amikor még ott laktunk. A Covid alatt meg is szűnt. Le is szedték a táblát, mindent. Az nem az, amire én gondolok. Kimegyek Dániába. Jó, oké. Fedefinka, persze, hogy jó. Ez nem hostel. Ez egy kis lakásos. Nem tudom, miről beszélsz, Nagy Péter. Márti Rokutya. Aha. Azt nem tudom. Ja, már a Szent Imre Herceg utcában volt az a panzió, amit én mondok, de az megszűnt. Mondom, azt leiszedték a táblát is. Sokat jártunk arra, amikor mentünk a boltba vásárolni, és akkor egyszer csak azt láttuk, hogy a tábla is lekerült, meg minden. Mi van Kóli Darovával? Ott ül, az ágyom. Google rá kell keresni. Hát de az panna panzió, hát az kurva drága lehet. Azt mennyiből úszom meg egy éjszakára? Tízesből? Az nem opció. Na most az összes pénzt nem ölhetem már bele, bazd meg izéjek, hostelekbe, szállásokba, hát mit? Ellakunk ott egy hetet, azt utána cumi. Na, vizes a kezed, mit csinálta? Határúton is van szállóta. Határúton, ha izé van, az Ibisz, hogy mi a faszom az. Ez a nagy hotel. Ne viccelj, mert azt tudod, mennyibe kerül. Próbálj oda menni, megszállni. Ezek hotelek, hotelba én nem megyek. Hát hotelba ráfizeted a betyádat. Hát Isten őriz. Hát ha a határúton ott van a bazi nagy szálloda, hát tudom. Hotel. Ti vagyon fizetsz rá. Hotel az nem 5-6 ezer forintos egy éjszakára, legalább 10. 7 euró egy éjszaka, azt írja. Hát ez elég olcsónak tűnik. Ez túl olcsónak tűnik ez a 7 euró.
Portman. Ja, kösz. Határútnál az abban a nagy szállodában 7 euró lenne egy éjszakára? Hát, az elég furán hangzik. Csöppelen tudom, hogy hol van a munkásszálló. Ezt tudom. Autóval mentem arra egy pár szót. Érten 60-90 ezer apartman plusz van. Kaja meg minden. De mi az? Akkor ez egy hónapra 60-90 ezer között mozog. Csepelművek. Na, hoztál valami vacsorát? Megmelegítetted a kaját? Nem adott nekem semmit. Milyen pénzt kellett volna adnom neked, te faszfej? Most mosogatsz. Na, bazz, Katalina. Por most. Hogy még a jeges szív is feloldani. Gyorskocsiban ingyen van, az biztos, csak le kell ütni egy ellenőrt, érte? Hát jó, az hamarosan majd oda kerül. Gyorskocsi, ott megvesz neki a szállása 12 napra, meg lesz oldva valószínűleg neki. Teljes ellátással. Három nap gyorskocsi, 9 nap kalocsa. Nekem is úgy volt megoldva. 3 nap gyorskocsi, 9 nap Papnevelde Pécsen. Papnevelde utca. Negatív teszt eredményében napi 1 óra séta. Nem, egyedül lesz egy zárkába. Én is egyedül voltam egy zárkába. Covid miatt nem teszik be sehova. Egy magánzárkába teszik, én is magánban voltam. Pécsen is. Nem teszik a Covid miatt be most sehova. 2 hét után rakják be, de hát 2 hetet nem lesz bent. 12 napot. 2 hét után teszik át közös női cellába. Addig külön van. Kivárják a 2 hetet akkor is, hogyha negatív vagy, akkor is a pozitív, kivárják. Nem tesz, engem is 2 nap után tettek volna át, csak addigra megszabadultam. 12 napból. Akkor tettek volna át a közös női cellába. Mondtam, hogy hál' Istennek, mondom már, húzok is a picsába. Hát... Ja, Viktor Szűcs, mint a kegyenc fegyenzve. Hát az Asztázia tudja, hát hogy ne tudná. És én a 60 ezeret befizethetem. De kell számla, amire átutaljam. Vagy dolgozza le. Vagy kell kérni részletfizetésre. Nem csináltam csirkecombot rizssel. Jó lenne egy csirkecsomb rizssel. Egy egész sült vagy rántott csirkecsomb rizssel. Ah, azt most megenném. Kovácsukám.
percben, ja. Nem tudom, világos az. Megpofasztak, ez valóban igaz, miután leraktad a lájpot. Nem 50-et, 60-at. 60 ezeret, az 12 nap. Elzárásba. 3 nap gyorskocsi, 72 óra. Utána 9 nap kalocsa. Engem nem vittek Kolocsára, hanem Pécsre, mert oda tartozok lakhelyileg. De ott jó volt a kaja. Sem mondtad, hogy hol vagyunk. Nem mondtam el semmit, csak hogy elmondtad, hogy a hűtőtottában vagyunk. Nem mondtam el, csak hogy csupja vagy. Nem mondtam el, te faszapó. Már ne te faszopó, és ne tépdesd a melltartómat, te köcsög. Hát nézd meg. Rohadjál meg. Faszopó. Szia Gáborom. Boldog új évet mindenkinek, most ott a szemre. Tólagosan is. Hát, látod. Mi a reggelt én van, mert? Jó Isten. Bemutatom a szerep. Kis reggelt, meg hát. Persze, csináljuk. Nem felejtelek, hogy ő milyen volt. Jó, megyek is. Sziasztok.